Egy Simon tornyai családházba csengettek be csalóbanda tagjai. A tulajdonosnak azt mondták, a közelben dolgoztak, egy ház eres csatornáit cserélték ki, és maradt anyaguk, ezért 3000 forint per méter áron az ő csatornáit is lecserélik. A munkát néhány óra alatt elvégezte a négy tagú banda, majd az eredetileg kialkudott nagyjából 150 ezer forint helyett 450 ezer forintot akartak elkérni az átvárt áldozattól. A férfi nem akart ennyit fizetni, a banda tagjai viszont fenyegetni kezdték, majd kényszerítették, hogy több mint 350 ezer forintot vegyen ki egy bankautomatából, a pénzt pedig adja nekik. A rémült férfi végül fizetett, majd a rendőrségre ment feljelentést tenni. A négy csalóból csak egyet tudtak bíróság elé állítani, mert a román állampolgárságú férfi a kihallgatások során nem mondta el, kik voltak a társai. Az elsőfokú bíróság a vádlottat zsarolás büntettében mondta ki bűnösnek, és 1 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, valamint 3 évre kitiltotta Magyarország területéről. A bíró súlyosbító körülményként értékelte, hogy a vádlott férfi védeni próbálta a társait, akikkel átverték és megzsarolták az áldozatukat. A büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte a bíróság azt, hogy a vádlott nem egyedül vett részt a sértett zsarolásában és zaklatásában, hanem több ismeretlenül maradt társával együtt követte el a cselekményt, és hosszabb időn keresztül is folytatták ezt a zsaroló cselekményt. A vádlott román férfi közben visszafizette az áldozatnak okozott kárt. Az ítélet jogerős.